Sziasztok srácok, a mai videóban a VB-t és a Volta módot fogjuk ötvözni, vagyis a kiesési szakasz összes meccsét egészen a döntőig megpróbálom lejátszani. Az, hogy éppen kivel játszunk, az attól függ, hogy ki fog tovább jutni az adott szakaszból. Mindenképpen meg akartam említeni, hogy majdnem fellel közületik úgy nézi a videóimat, hogy nincs még feliratkozva, úgyhogy ha tetszik, amit csinálok, akkor iratkozzatok fel. Na de kezdődjön a videó. Majd láthatjátok, én a francia válogatottat fogom kiválasztani, ebben semmiféle preferáció nincsen, tehát nem azért, mert szeretem mondjuk Mbappét vagy bármelyik francia játékost, én erre a csapatra szeretnénk most szavazni, úgyhogy őket fogjuk kiválasztani és velük fogjuk játszani tovább a Volta módot is. A mi águnkra eléggé nagy nevek kerültek, mint például Anglia, Belgium, Spanyolország vagy éppen Portugália, de az első meccset Mexikó ellen kellett lejátsszuk. Na de nézzük srácok, hogy hogy is fog kinézni ez a Volta VB. Nem lesz szerintem könnyű Mexikó ellen, főleg úgy, hogy én a Volta módot szerintem a legeslegelső alkalommal játszott, amikor megjelent a FIFA. A FIFA 23-ban még nem, úgyhogy ez érdekes lesz. Jó? És ott a gól! 1-0 srácok! Varán! Kimaradt, mekkora helyzetünk! Ne! Jézusom! Hányszor lőtt rá? Az majdnem leninja azt a fejét. Kapus! Mindjárt vége a fél időnek. Gól! Nem gól! Ott a gól! 2-0. Nagyon jó. Na srácok, mert a második fél idő egy kicsit érdekes kerettel, ahogy észrevettem, nem lehet nagyon cserélni, úgyhogy gondoltam, hozunk be egy Mbappét vagy valakit, de minek, hogyha tudunk lőni még egyet. 3-0. Nagyon jó. Lőd be! Ott van a 4-0. Nem tudom, közületek van olyan, aki játssza ezt a Volta módot. Nyugodtan írj le a kommentbe, hogy hogyan kell még jobban játszani, mert én nagyon szívesen szeretnék tanulni. Ujjj, mekkora gól a hosszúba. Hú, még ilyet is tud. Az komoly. Kapunk egy gólt, srácok. 5-1. Nem volt azért csúnya ez sem. Onnan, külsővel. Minek cselezni, hogyha így is lehet gólt lőni? Mekkora gólt lövünk Varánnal? Az komoly. Vagy nem is Varán volt szerintem, nem, Kimpembe. És srácok, megnyertük az első meccsünket 7-1-re, ami elképesztő. Nyilván Mexikó nem akkora ellenfél. Kíváncsi vagyok majd a következő meccsen kivel kell, hogy játszodjunk, illetve hogy kivel leszünk akár a döntőben. És srácok, ahogy láthatjátok, ezek a meccsek fognak következni, szóval mi Angliával fogunk játszani, ami nagyon-nagyon érdekes egyébként, hogy Portugália kiesett Svájc ellen, és Brazília is, szintúgy mint Németország, úgyhogy itt vannak érdekes párharcok, úgyhogy nézzük az angolok ellen a meccset. És srácok, akkor jött az angolok elleni meccsünk, hát ez szerintem amúgy sokkal jobb lesz, mint az előző. Kicseréltem pár játékost, bekerült Mbappé, Benzema, meg Dembélé a csapatba, úgyhogy velük fogjuk úgymond játszani tovább. Nagyon jó, Dembélé. Dembélé, így nem tudjuk belőni. Ott van még. Dembélé, ott a gól, 1-0. Ajaj, az baj, az... Úramisten. Ezt nem tudom, hogy gondoltok mi. 500-szor kipattant, de 2-1. Nagyon jó, Mbappé, és ott a gól. És srácok, megvan a negyedik gólunk is Mbappéval. Ez tök magáról volt, visszapattant onnan a falról is bement. És megvan az ötödik gólunk is, srácok. Az komoly. Ne! Úristen, mekkorát védett Lloris. Nagyon jó. Na, még egy szép gól kellene. Ohohoho, szép, nagyon szép Benzema. És srácok, ennyi volt a meccs az angolok ellen. Jöhet a következő válogatott, és nézzük meg, hogy ki lesz az. A spanyolokkal fogjuk lejátszani az elődöntőt, és már 100%-osra kiderült azt, hogy a horvátokkal fogjuk lejátszani a döntőt, szóval nagyon-nagyon érdekes lesz, úgyhogy nézzük a spanyol válogatott ellen a meccset, és hát remélhetőleg utána majd a horvátok elleni döntőt. Más játékosokat fogtok látni, mert megint cseréltem.
vezet a spanyol válogatott, srácok. Az gond. És megvan az egyenlítés. Nagyon szép. Esküszöm, nem gondoltam volna, hogy pont szögletből és pont Varán fog gólt lőni. 1-1. És ott a 2-1. Na végre. Végre valahára. Nem tudom, hogy folytott át, de onnan azért nehéz kihagyni. Kundéval lőjük a gólt. A spanyolok jönnek szöglettel. Mekkora gólt fejelt? Nagyon jó. Nkunku, ott van a gól. Fú, mekkora átlőtt. Griezmann, Kundé, és Kundé. 4-2. És az utolsó pillanatban kapunk még egy gólt. 20 másodperc van és 4-3. Esküszöm, félek, hogy kiegyenlítenek. Nem tudom, miért van ilyen érzésem. Ja, azért már a FIFA-val játszom. 3, 2, 1, és vége. Fú, hát ez nagyon-nagyon szoros volt. És srácok, jöhet a döntő. Hát remélhetőleg ezt a meccset is sikerül valahogy megnyerni. Itt láthatjátok a horvát válogatottat, itt pedig minket, úgyhogy mehet a menet. A szép csel. Valahogy nem igaz, hogy onnan is kapufát lövünk, vagy nem tudom, miben ment bele, de hogy nem lett gól, az is biztos. Hogy véd a horvátok kapusa, basszus, mindent megfog. Gól, ez sem gól. Hát mit csináljak még komolyan? Ennél jobban. Ez sem gól. Ne! Jézusom, Joris. Szemét is kivédi. Ez meg óriási szép passz. Nagyon jó. Komán, ez sem egy... Atya ég! Hát ez valami elképesztően csodálatos. És ott a gól végre, kapuba is beesünk, esküszöm. Úgy tudunk csak gólt lőni. Az első fél idő végéhezik, érünk mindjárt, és jó lenne még egy gólt rúgni. Majdnem kaptunk egyet. Komán, nem gól. Fejes, ez sem gól. Hányszor kell még rálőjem kapura, komolyan. És kapunk egy kötényt. De jó ég! Ezt nézzük vissza. Nagyon jó. Gól. De nem megy be sem. Hát nem igaz. Hát hányszor kell még próbálkoznom? Na. Jó. Mbappé, ott a gól. Úgy is van. Az komoly. Eddig jó. Azt a minden. Ez nagyon-nagyon szép volt. Ez nagyon-nagyon szép volt. Wow, micsoda gól. Hát srácok, sikerült megvárni a horvátokat is. Megnyertük, én úgy érzem, ezt a VB-t, legalábbis a Volta módban. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy nektek tetszett-e ez a fajta Volta, vagy ez a szórakozás. Ha igen, akkor mindenképpen dobjatok egy lájkot, és iratkozzatok is fel a csatornára. Nagyon-nagyon szépen köszönöm nektek azt, hogy egyre többen vagyunk, úgyhogy én nem is húznám tovább a szót. Köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltatok, legközelebb találkozunk. Én Lehel voltam, és... Szevasztok!